A mérnöki kar és a műszaki informatikai kar diplomátadóján dr. Szala István dékán bemutatta az elnökséget, majd köszöntötte a megjelenteket. Ezután kulturális műsor következett, a Dohnányi Ernő zeneművészeti szakközépiskola növendékei játszottak oboán. Megnyitó beszédet mondott dr. Fridler Ferenc rektor. Mi az első tanévnyitón azt mondtuk, hogy mi nem csupán a diploma átadására készülünk, hanem a mi célunk az, hogy adjunk meg minden lehetőséget önöknek ahhoz, hogy egy sikeres szakmai pálya alapjait szerezzék meg a PAN Egyetemen. Az egyetem nem csak az oktatásban kiváló, hanem élen jár a projekttevékenységben, és az egyfőre jutó publikációk száma is kiemelkedő. Dr. Rudnai János, a Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társasága elnöke elmondta, hogy a rendszerváltás idején többek között azért is érkezett sok külföldi vállalat Magyarországra, mert itt jól képzett munkaerőt találtak. Ez ma is fontos, ezért a végzősök büszkék lehetnek teljesítményükre. Legyenek nyitottak az újdonságokra, legyenek képesek új dolgokat megismerni, legyenek kíváncsiak. Piglerné dr. Lakner Rozália, a műszaki informatikai kardékánya kiemelte az esemény ünnepi mi voltát, hiszen nem csak a diákok, hanem a szülők és a tanárok is ünnepelnek. Egy nemrégiben megjelent felmérés is igazolja kiadott diplomáink értékét, kimutatva, hogy a Pannon Egyetem műszaki informatikai karán végzett informatikusoknak van a legmagasabb kezdő átlagfizetése az összes hazai intézmény összes képzésén végzők közül. Hogy hogyan tudjuk elérni ezt a kiváló eredményt? Azzal, hogy sokkal több forrást és figyelmet fordítunk hallgatóinkra, mint bármelyik más felsőoktatási intézmény. Dr. Szala István, a mérnöki kar dékánya elmondta, hogy mennyi fontos kari esemény történt szeptember óta. Többek között elkészült a C és J épületek felújítása. Ez a diploma, amit ma átvesznek, egy különleges dokumentum, mert több mindent is szimbolizál. Jelzi egyrészt egy hosszú folyamat lezárását, de jelenti valami újnak a kezdetét is. Egyesek belépnek a mesterképzésbe, mások doktori iskolákban folytatják tanulmányaikat, sokaknak pedig a mérnöki, kutatói vagy tanári hivatás kezdetét jelenti a mai nap. A legmagasabb egyetemi tudományos elismerést, a Dr. Honoris Causa címet Dr. Rafiko Gani, a Dán Tudományos Akadémia tagja vehette át. Ezután egyéb kitüntetések, kinevezések és díjak átadására került sor. A hallgatók búcsúztató beszédét Radnóti Mária, a műszaki informatikai kar hallgatója mondta. A végzős hallgatók nevében Fóna Gyorsolya, a mérnöki kar hallgatója búcsúzott. Ezután az ünnepélyes fogadalomtétel következett, mely során a hallgatók ígéretet tettek, hogy tudásukat a jövőben folyamatosan fejleszteni fogják, az egyetemhez hűek maradnak és hírnevét örökbítik. Végül a végzősök átvehették diplomájukat, melyet a rektor és a dékánok adtak át.